Tavaly nyáron adtunk hírt arról, hogy a Tolnai laktanya egyedüli funkció nélkül maradt épületrésze, az egykori istálló épülete a területi operatív program támogatásából megtelhet élettel. A Perszófer Ágnes polgármester akkor úgy nyilatkozott, megvan a forrás, kezdődhet a munka. A barnamezős beruházásra közel 300 millió forintot nyert Tolna, ehhez kellett a saját költségvetésből még 75-öt biztosítani. Mi úgy döntöttünk, hogy lesz, ami lesz, ez a plusz 75 millió forint jelen pillanatban rendelkezésre áll a város költségvetésébe, tehát nem okoz problémát ennek az ide delegálása. Ha megvan a pénz, elkezdődhet a munka, amely ma már jóval az ütemezet előtt tart. Ez az épület, ami egy 300 négyzetméteres helységet szinte teljesen ki fog tölteni, a másik oldalán pedig egy szintén igen nagy helység lesz egy mondjuk szabad foglalkozás számára, kiszolgáló helységekkel, raktárakkal, kézmosókkal, WC-kkel, illetőleg egy szép kávézóval az elejében. Tolna az előző ciklusban is számos olyan beruházást hajtott végre, mely a családok kényelmét szolgálta. A játszóház a következő ebben a sorban. Jelen helyzet szerint a nyár folyamán az első látogatók már élvezhetik az új szolgáltatást, melynek várható népszerűsége megnövelheti a város turisztikai vonzerejét is.